kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtó reggel képviselőit, a turisztikai szakmaszervezetek vezetőit, a kampány készítőit és a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársait. Isten hozta Önöket! De az első kérdés talán úgy hangzik, hogy miért is vagyunk itt. Azért, és ez az elsődleges cél, hogy tájékoztassuk Önöket arról, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség holnap elindítja az első nagy átfogó külföldi turisztikai kampányát. Szimbolikusnak gondolom, hogy az ügynökség ebben a 4 éves politikai ciklusban az első nagy nyilvános eseményét Budapesttel kapcsolatban tartja. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne folytatódna tovább a vidéki Magyarország grandiózus turizmusfejlesztési programja, nem azt jelenti, hogy ne hirdetnénk heteken belül eredményt a kisfaludi szálláshelyfejlesztési programban, nem azt jelenti, hogy ne folytatódna a Magyarországra átvár belföldi forgalomengedő kampányunk, azonban azt jelenti, hogy Magyarország kormánya, a Magyar Turisztikai Ügynökség együttműködésben a fővárossal a következő 4 évben kiemelten foglalkozni fog Budapesttel, Budapest turizmusával. Úgyhogy innen üzenjük prágai és bécsi barátainknak, hogy elindultunk, célunk pedig az, hogy egy sportszerű versenyben megelőzzük őket. Viszont, hölgyeim és uraim, a magyar turizmus vendéglátás iparág jelentős mértékben járul hozzá a magyar gazdaság fejlesztéséhez, a munkahelyteremtéshez és a munkahelyek megtartásához. A teljes magyar nemzeti össztermék 10,5%-et adja az iparág, és jelentős mértékben javítja a deviza egyensúlyt is. Fontos elmondani, hogy a turizmus vendéglátás valamennyi iparág közül a legmagasabb úgynevezett multiplikátor faktorra rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a turisták költését még 1,61-el be is szokták szorozni, hiszen egy turista nem csak egy szállodában, nem csak egy étteremben költ, hanem ajándéktárgyat vásárol, kulturális éppen családi programon is részt vesz. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tovább emeli az iparágnak a jelentőségét. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy ebben az iparágban kb. 400 ezer ember dolgozik Magyarországon. A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt hazánkban, 2017-ben pedig minden idők legjobb turisztikai évét könyvelhettük el. Tavaly 12 millió turista fordult meg Magyarországon, és kb. 30 millió vendégészakát töltöttek el nálunk. 2010-hez képest 51%-kal nőtt a turisták és a vendégészakák száma, a szállásdíj bevétel pedig ezt meghaladó mértékben 114%-kal emelkedett, azaz megduplázódott. Magyarország turisztikai növekedése évek óta a regionális átlagot, az Európai Uniós átlagot és a világ átlagot is meghaladó mértékben nő. 2016-ban több mint kétszerese volt a magyar növekedés a világ átlagnak, és majdnem háromszorosa az uniós átlagnak. Tettük mindezt úgy, hogy a bázis sem volt alacsony. A KSH legfrissebb adatai szerint márciusban 13%-kal nőtt a vendégforgalom, a belföldi vendégészakák száma 16,5%-kal emelkedett, a szállásdíj bevételek pedig közel 20%-ot javultak márciusban. Döbbenetes számok ezek. Az év első 3 hónapjáról elmondható az, hogy minden magyarországi településen nőtt a vendégforgalom. Külön örülünk annak, hogy a német turisták száma most már hónapról hónapra 10% körüli emelkedést mutat, de kiemelkedő a cseh, vagy éppen az Izraelből érkező turisták számának növekedése is. Érdekes még azt is elmondani, hogy Budapesten a belföldi turizmus majdnem 18%-ot emelkedett az első 3 hónapban, a Balatonon pedig ebben az évben 21%-os növekedést látunk, amely szinte a példa nélküli a magyar turizmus történetében. A magyar kormány látva ezt a tendenciát, amelyet a magyar turizmus vendéglátás a 2008-2009-es összeomlást követően produkált 2010 óta, 2016-ban átalakította a magyar turizmus államirányítását. Létrehozta a Magyar Turisztikai Ügynökséget egyfajta iparági csúcsszervezetként annak érdekében, hogy még hatékonyabban, még átgondoltabban tudjuk a forrásokat felhasználni, marketing kommunikációs tevékenységet végezni annak érdekében, hogy Magyarországra még többen jöjjenek, és Magyarországon még több időt töltsenek.
veszítenek el. A kormány világos célt tűzött ki 2030-ig, a mai 30 milliós vendégészek a számot 50 millióra szeretnénk emelni, és azt szeretnénk elérni, hogy a nemzeti össztermékhez a mai 10,5% helyett 16%-kal járuljon hozzá az ágazat. Ehhez a célhoz mindent, ami szükséges, pénzt, paripát és fegyvert is megkaptunk, és meg is kap az ágazat. Csak viszonyítás kedvéért mondom el, hogy 2010-ben a vendégészek a szám 20 millió volt Magyarországon, 8 év alatt értük el a 30 milliót, és biztos vagyok abban, hogy néhány éven belül, de legkésőbb 2030-ig az 50 milliós vendégészek a számot el fogjuk érni. Megelőzni Prágát, ostromolni Bécsnek büszke várát. Azt a célt tűztük tehát ki, hogy a cseh turisztikai számokat megelőzzük, és elérjük az osztrák turisztikai eredményeket. Ugye a tavalyi nyári vízesport a világbajnoksága alatt egyszer már sikerült elérnünk az Budapesten, hogy a szálláshelyek átlagárában megelőztük a Császárvárost, van tehát alapja a bizakodásnak. Azonban ezen a pályán nem egyedül játszunk. A globalizáció miatt megnövekedett versenyben az ország márka egy város márkája kiemelt jelentőséghez jutott, hiszen az országok, a városok, különböző turisztikai térségek több fronton versenyeznek egymással, befektetőkért, turistákért, az ország termékeit fogyasztókért, a média, vagy éppen a kvalifikált munkaerő megtartásáért. És ebben a versenyben egy pozitív ország vagy egy városmárka meghatározó versenyelőnyét tud válni. Magyarország országmárkájában az 1000 éves állam örökségét, egyedi történelmet és kultúránkat, azt a fajta izgalmas vibrálást, amely a kávéházi kultúra, a fesztiválok, a ronkocsvák világa, vagy éppen az izgalmas gasztronómiát jelenti, a vizek kiemelkedő szerepét és a hagyományos európai értékek tiszteletét, mint a család és a biztonság helyeztük el. A mai alkalmat pedig azért hívtuk össze, mert az első kampányunk elkészült, amelyen Magyarország turista mágnes attrakcióját, turisztikai zászlós hajóját, Budapestet fogjuk népszerűsíteni a világ számos országában. Ez a kampány tehát Budapest fókuszú, szeretnénk a nemzetünk fővárosára alkotott képet új tartalommal megtölteni, hiszen Budapest nem csak sok szép épület sokasága, nem csak egy gyönyörű város, hanem Budapest zajos és csendes, ismerős és ismeretlen, meghitt és izgalmas, hagyományszerető és innovatív, Budapest a Duna királynője, a Dunáé, amely egyszerre elválaszt és összeköt bennünket. Úgy gondolom, hogy a főváros új turisztikai arculatához kulcsfontosságú, hogy Budapestnek olyan új turisztikai márkát alkossunk, amely egyfajta keretrendszer biztosít a következő évek kampányaihoz. Most egy fontos mérföldkő érkeztünk. Elindul az első nagy átfogó külföldi kampányunk, amely az a célunk, hogy kiemeljük a fővároson helyszíneit és program lehetőségeit, amelyek vonzóak, a minőség élményre nyitott, motivált és magas turisztikai költésű látogatók számára. Azt szeretnénk, hogy turisztikai szempontból Budapest top európai főváros legyen. Azt szeretnénk, hogyha valaki Európában utazik, hogy Európában utazik, ne legyen kérdés, hogy nem csak London, nem csak Párizst, hanem Budapestet is látnia kell. Kiemelt célunk pedig, hogy a hozzánk érkező vendégek töltsenek el Budapesten legalább még egy éjszakát. Szeretnénk megmutatni, Duna fővárosában izgalmas program lehetőségek sokasága várja a turistákat. 4-5 tartalmas napot is el lehet nálunk tölteni, Budapest és környéke érdemes tehát a felfedezésre, tele van rejtett kincsekkel, amelyeket meg kell ismerni. A megújuló Budapest turisztikai arculata a Spice of Europe koncepcióra épül. Azt szeretnénk ezzel kifejezni, hogy egy ideérkező vendég egyszerre megtalál mindent, ami egy klasszikus európai fővárosa jellemző, történelmi örökséget, színes, kulturális kínálatot, első osztályú gasztronómiát, virágzó divatot, de mindemellett szeretnénk azt is megmutatni, hogy Budapest tele van vitalitással, pezsgéssel, kreativitással, ez egy élettel teli, boldog, erős, büszke és biztonságos város. Ez Magyarország fővárosa. A Spice of Europe kampány egy fiatalos, kreatív arculattal indul el, amelynek részeként új turisztikai logót alkottunk,
új weboldalt készítettünk, új kreatív tartalmak születtek, az elkészült Budapest új turisztikai márkája. És megszületett egy film, egy imásfilm, bemutatja Budapestet és a fővárost, és annak metaforikus fűszerességét. Bemutatja azt, hogy a város bejárható és sokféle élményt kínál. A filmben egy fiatal pár visz minket át Budapesten, akik egyébként magyar divattervezők ruháit viselik. A logóról, az arculatról a készítők mindjárt adnak önöknek részletesebb tájékoztatást, és engedjék meg, hogy megmutassam önöknek most a filmet.